török bálinti református gyülekezet egy dinamikusan fejlődő, fiatalos lendületű közösség, ahol minden korosztály otthonra találhat. A gyülekezet tagjai komolyan veszik a krisztusi felszólítást, és számos alkalmat teremtenek arra, hogy mindenkinek hirdessék az evangéliumot. Ennek az evangelizációnak a lényege az, hogy átadjuk azt, hogy nincs félnivaló. Meggyőződésem, hogy minden keresztjén közösségnek az a feladata és küldetése, hogy felmutassa az alternatív valóság mellett azt a valóságot, amit Isten tervezett el az ember felől. És éppen ezért az egyik vezérigéje a mi gyülekezetünknek, amit Jézus Krisztus még elfogatása előtt a tanítványoknak mond utolsó szavaiként, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Én azt gondolom, hogy jó gyülekezetre az jellemző, hogy egyrészt ugye Istenre figyelnek, másrészt pedig egymásra, és szolgálnak teljes szívvel. Jézus legyen az, aki a középpontban áll, és Isten dicsősége. Tudom, hogy ezek ilyen hangzatos szavak, de valóban én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Mi nem bezárt ajtók mögött vagyunk, és ide aztán nem jöhet be csak az, aki gyülekezeti tag, hanem igyekszünk Istennek üzenetét, az evangéliumot kiterjeszteni ide is. Ez egy sok generációs gyülekezet. Nem lehet azt mondani, hogy öregedik az összetétele, hanem van egy fiatalodás, de a jó értelembe vett fiatalodás. Tehát, hogy amikor a családok beérkeznek ide, akár középkorúak, már nagyobb gyerekekkel, akár egészen kisgyermekekkel, az idősebb testvérekkel együtt tudnak lenni, például egy szeretett vendégségen, vagy amikor kihozzuk az Isten tiszteletet a templomon kívülre, és megvan az interakció a generációk között. Színes palettája van a gyülekezetnek, hogy mindenki megtalálja, úgy gondolom, a helyét a vasárnapi délelőtti Isten tiszteleten, ami a felnőtteknek szól, családosoknak is nagyon jó, mert a gyerekek akkor elvonulnak, ők is hallhatnak Jézusról a gyerekisten tiszteleten. Mi két lányunk is igazából születéstől kezdve jött velünk az Isten tiszteletekre, és annyira otthonosan mozognak, és annyira jól látni őket. Számunkra ez nagyon fontos volt, hogy ők itt a gyülekezetben nőjenek fel, és van rá lehetőség, és ez nagyon hálás dolog. Tehát a gyülekezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a családosok is érezzék, van számukra hely a gyülekezetben. A közösség tagjai szolgálatukkal segítenek, hogy minden korosztály a neki megfelelő szinten hallhassa Isten igéjét. Az egész család beszokott jönni a templomba, ott gyülekeznek, azért, hogy hallják az igét, szokják a liturgiát, és aztán a második ének után a gyermekek elvonulhatnak a gyerekisten tiszteletre. A gyermekmunkásokkal és két csoportba szoktuk őket bontani, a kisebbeknek, az óvodásoknak, alsósoknak inkább játékosabb, éneklősebb, a nagyobbakkal meg ugye komolyabb dolgokról is lehet már beszélgetni. Annál fontosabb nincs, mint hogy egy kis gyermek bele nőjön, bele szokjon a gyülekezet életébe, ahhoz, hogy ő neki ez otthonos legyen. Muszáj, hogy megértsék, hogy Isten őket a világon a legjobban szereti, és hogy mindig van kihez fordulniuk. A török bálinti gyülekezet helyzetéből fakadóan alapvetően egy fiatalosnak mondható gyülekezet, átlag életkorát tekintve is. Abból fakadóan, hogy hitvalló gyülekezeti tagjaink vannak, növekszik azoknak a száma, akik nem hagyományőrzésből járnak templomba, hanem tényleg a hitük megélése céljából, és ennek része az, hogy bizonyságot is tesznek. Nem rejtik véka alá, hogy ő nekik céljuk az, hogy a másik embert megszólítva elmondják annak is az örömhírt. És ez látszik meg, és ez érhető tetten akkor, amikor betér ide hozzánk egy idegen, akit olyan nagy szeretettel fogadnak, és ez többen utólag elmondták, hogy ők azért maradtak itt, mert azzal a szeretettel fogadták, amit sehol másot nem tapasztaltak meg. 13 évvel ezelőtt volt, amikor megismerkedtem a feleségemmel, és úgy gondoltuk, hogy veszünk egy nagyon szép esküvőt. Ugye tudni kell, hogy én a világban éltem, 14 éves koromban már kidobó voltam, 15 éves koromban már rendszeresen fogyasztottam alkoholt, cigiztem, az utcán nőttem föl, és a lelkésznőnk azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor eljönnek hites oktatásra, és hallgattuk, és szeretettel beszélt olyan valakiről, akire még soha nem hallottam, Jézus Krisztusról. 180 fokot vett az életem, és van értelme az életemnek, hogy szolgálhatom őt. Megtapasztaltuk, hogy az Úristen, amikor terve van velünk, és bezár egy ajtót,
egy újat fog kinyitni. Területünkön élő gyülekezeteket, akiket addig is ismertünk, felkerestünk, és valahol nem éreztük az otthonnak az ízét, a melegét. Éljünk el, mivel parkvárosiak vagyunk, Török Bálintra. És adta az Úristen lelkipásztort és kedves családját, aki valóban nem hitető meséket prédikál, és így kívánja megnyerni a gyülekezetet. Tehát nem emberi szóval, hanem prófétai szóval hirdeti az igét. Aztán éreztük, hogy valami elkezdődött mi bennünk is, és elkezdtünk ide járni. Nyilvánvaló sose titkoltam, hogy én erdélyi vagyok, és lelkipásztor vagyok, és vallástanár vagyok, és minden szolgálati lehetőséget megragadtunk, hazataláltunk, jól érezzük itt magunkat, ide tartozunk. Török Bálinti Református Gyülekezet kiemelten fontosnak tartja, hogy a határon túlról érkezett magyarok is egy olyan közösség tagjai lehessenek, amit a krisztusi befogadó szeretet jellemez. Egy erdélyi kis faluba születtem, és 14-ben költöztünk Török Bálintra. Akkor még két gyerekkel, az idén konfirmált meg a nagyobbik fiam. Áldásos alkalmak vannak. Feltöltődik az ember, úgymond szeretettel, érzelemmel, és úgy gondolom, hogy a mindennapokban ez elengedhetetlen, hogy egy kis lelki feltöltődést kapjon az ember. 2008-tól itt élünk Magyarországon, és folyamatosan mindig kerestük azt a helyet, ahol egy kicsit otthon lehetünk, és itt megtaláltuk. És igazából szeretnénk példát mutatni ezzel is, hogy itt kiállunk hárman, mint család, hogy a többi családokat is ezzel motiválva. Hogy jó itt lenni. Jó itt lenni, mint család. Tehát legyen szó családosokról, fiatalokról, vagy éppen idősekről, a Török Bálinti Református Gyülekezetben mindenki otthonra talál, hiszen számos közösségi alkalom közül választhatnak azok, akik még inkább szeretnének elmélyülni Isten igényében és a szolgálatban. A vasárnapi Isten tisztelet egy olyan súlypont a református hitéletben, aminek a centrális voltát meg kell tartani mindenképpen. De ugyanakkor azok a rétegnek is nevezhető alkalmak, ami ugye kicsúsosodik a csütörtöki biblia órába, illetve nagyon jó kezdeményezések vannak, a havonkénti egyszeri szeretett vendégség, gyerekeknek szóló évnyitó, évzáró, egy nagyon széles, jó dinamikájú kínálatot tudunk adni. Van egy dicsőítő zenekara a gyülekezetünknek, és ez egy olyan újítás, ami meg kell mondani, hogy működik. És nem csak a gyülekezeten belül, hanem kívül is, akik ezt látják, azt mondják, hogy hát igen, ez már úgy hozzánk szól, ez nem egy elvont, egy templom falai között való valamilyen szűk körnek szóló igehirdetés, hanem egy olyan újítás, és egy olyan igehirdetés, akár énekszóval, ami szélesebb köröket tud megmozgatni, szélesebb körökhöz tud elérni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az éneklés egyébként ugye Isten igéjének az énekszóban való közvetítése. Van egy kórusunk, és 16 éves ez a kórus, és a kórussal elhatároztuk egy pár éve, hogy mi nem csak itt fogunk szolgálni a gyülekezetben, hanem máshol is. Például a tüdőszanatóriumban szoktunk karácsonykor többször is a betegeknek énekelni. Vannak évente több alkalommal is gyülekezeti sportesemények, vannak kirándulások úgy csak évközben a biciklivel, a táborok kicsiknek, nagyoknak, családosoknak. Mindenki megtalálhatja itt a helyét, illetve ha valami még hiányzik, arra is nyitott itt mindenki, a vezetőség is, a Gergelyék is, hogy akkor csináljunk újat, csináljunk olyat, amivel még esetleg több embert meg tudunk szólítani. A Török Bálinti Gyülekezet
évek óta családi tábort rendez, és a beszélgetések állnak ilyenkor a fókuszban, hogy minél jobban megismerjük egymást, egymás hite által tudjunk növekedni, erősödni, hordozzuk egymás terheit. Nálunk évek óta így a családban már ez a nyárnak, a pihenésnek, a kikapcsolódásnak a csúcspontja. Lelkileg, testileg mindenhogyan feltölt minket, az igére figyelésünk, a közös élmények, a beszélgetések, a nevetések. Nagyon jó az is, hogy a sportolásra is van ilyenkor plusz időnk. Megyünk futni, vagy csak sétálni, vagy biciklizni, délután közösen kirándulunk. Ugye egész kicsi gyerektől kezdve időskorig van itt mindenféle kórú ember, és tök jól egymásra tudunk hangolódni. Egyébként pedig ugye minden nap szól az ige. Az ember a hétköznapi rohanásban az igét mindig egy kicsit elhanyagolja. Ilyenkor sokkal jobban rá tudunk koncentrálni, rá tudunk figyelni, felszabadultak vagyunk, nem rohanunk. Egy nagyon jó lelki és testi felüldülés ez a tábor. Gyakran előfordulnak ilyen közösségi programok, ahova a tiszteletes úr meghívja a fiatalokat. Előfordulnak ilyen szalonnasütések, konfirmálókkal is előfordulnak ilyen alkalmak, hogy a ottalvás, filmnézés, meg a nyári táborok. Nagyon szórakoztató és élvezetesek, és úgy megy oda az ember, meg onnan el, hogy úgy magában néz, és így jól éreztem magam. Meg ugye ismerősökkel mindent jobb csinálni szerintem. Biblia óra, ifi alkalmak, női kör, konfirmáció előkészítő, családi istentisztelet, zenei szolgálat. Legyen szó bármilyen közösségi alkalomról, a gyülekezet tagjai abban biztosak, hogy amit itt megtapasztalnak, az nem más, mint a Szentlélek jelenléte. Egy megtartó erő minden közösség. Ugye amerikai pszichológusok fedezték ezt fel a 20-as években, hogy minél több közösséghez tartozik az ember, annál több életenergiát fog kapni. És én ezt hiszem és vallom, hogy igen, egyedül is lehet valaki hívő ember, de ha nem tapasztalta meg például ezt a mai pünkösdi istentiszteletet, a Szentléleknek a jelenlétét, kiáradását, ezt egyedül egy Biblia fölött nem mindig lehet. Nem véletlenül van úgy az igében, hogy ahol ketten-hárman összegyűltök az én nevemben. Tehát kell a közösség, és az ember a hitét, a Szentléleknek az erejét egy közösségben tudja megtapasztalni, csak én úgy érzem. És ebben nagy szerepe van a mi lelkipásztorunknak is, és szerepe kell, hogy legyen nekünk presbitereknek. Meg kell, hogy lássák rajtunk azt, hogy Szentlélekkel vagyunk megkeresztelve. Különösen amióta Gergely a lelkipásztorunk, egy iszonyatos dinamikája lett a gyülekezetnek. Megtalálja a hangot a kicsikkel, megtalálja a hangot az idősekkel, és mindenkihez tud szólni. Mindenféleképpen egy fontos része a mi Török Bálinti szolgálatunknak a háttérmunka, amit a feleségem biztosít. Olyan sokrétű az ő szolgálata a gyülekezeti életben, hogy ezt nem is lehet egy embernek elvégezni. Azt nem lehet megkérdőjelezni, hogy az út, amit ő követ, amit ők követnek, és az ő vezetésével a gyülekezet követ, az a Szentírásra épül, és nincs más út. És rengeteg fiatal kezdett el járni, sőt, nagyon sok gyerek. És most már én is családos emberként, 3 kislányom van, ők is ide járnak a templomba, és egy nagyon jó pozitívum így látni, hogy generációkon átívelően otthonra találtunk, itt Törökbányton is, itt a gyülekezetben is. A társadalom jelentős része abban az alternatív valóságban él, amit a kísértő határoz meg indulatok terén, gondolatiságban, az anyagi világnak a megkötöző hatásában. Ebben a zaklatott állapotban a gyülekezetnek olyan feladata van, mint a sivatagban az oázis, ahol megpihenhet, feltöltődhet az ember, és utána újra kimehet abba a világba, vagy belemehet azokba a kihívásokkal teli küzdelmekbe, amelyek meghaladják az ő erejét. Az Istennel való közösség ezt hivatott hirdetni, hogy Istennel van békessége az embernek akkor, amikor egyébként minden ez ellen szól. És hiszem azt, hogy a presbitériummal közösen, az gyülekezet szolgálattevőivel közösen, a különböző gyülekezeti alkalmainkon ezt tudjuk végezni Isten szent lelkének segítségével az ige világosságában. Olyan élő közösség van, ami mögött a Szentlélek áll, és a Szentlélek munkája van mögötte, amit hogyha kintről látnak a török bálintiak, akkor be fognak térni hozzánk, el fognak jönni az alkalmainkra,
és reméljük, hogy úgy is így fogják érezni, hogy igen, ide érdemes eljönni, mert itt valaki szól hozzájuk, annak ellenére, hogy akár lehet, hogy nem is feltétlenül református vallású, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, és ez egy jó irány a gyülekezetben.